A nyári Balaton élmény az ugyanaz volt számomra is, mint a legtöbb ember számára hosszú évtizedekig, ami mindig a meleghez, a nyárhoz, a strandhoz, erről beszélgettünk már a lángoshoz, meg a nem tudom én fröccsözéshez kötődik. Igazából a Balaton, amikor mi váltani szerettünk volna az életünkben, illetve ha egészen pontosan szeretnék fogalmazni, akkor én akartam váltani, és a családot vonszoltam bele ebbe a váltásba, ami nagyon önző dolognak tűnt. Akkor mi nem a Balatonra fókuszáltunk, hanem Hévízre. És az, hogy történetesen 5 kilométerre ott van a Balaton, és erre megnyílt nekünk az egész tó felé az élet, az egy ilyen járulékos plusz nem várt fordulat volt. Mindenki ezen dolgozik évtizedek óta, hogy legyen egész évben szezon, hogy az emberek fedezzék föl, de ez azért még korán sincs így. Tehát amikor augusztus 20-a után egyedül maradunk mi és a tó, és ezt nagyon szeretjük mi helyiek, mindenki elmegy, és csak ilyen tényleg hétvégente jön egy-két ember, és tényleg nagyon kevesen tapasztalják hogy ez a arcú. Tehát, hogy tényleg soha nem volt még két egyforma Balaton élményem, soha. Tényleg. Még hogyha egymást követő két nap megyek le, akkor sem. De például most is kaptam olyan visszajelzést, hogy ő járt már ott, ő volt ott télen, és tényleg így, és mennyire más, és hogy, tehát hogy ezek az olvasói visszajelzések erősítenek meg abban, hogy azért az embereknek nagyon fontos a Balaton. Nagyon sok pluszt ad a történetekhez a helyszín.